Megérkezett, szeretettel köszöntöm Lillácskát, virágdoktort és Sümegi Oszkárt. Valamennyien egy kicsit később kerültek a sorozatba. Kicsit nem tudom, hogy mi rendő 13 év távlatából, hónapokban vagy években. Itt most sokkal inkább az a kérdés először Horváth Ádámhoz, hogy a figurák hogy teremtődtek? Mondjuk nem az alapfigurák. Mikor és hogy hívták életre őket? A Lacit tulajdonképp beköltöztettük a házba, mint új lakót, és őt arra találtuk, hogy ő lesz az unokember. Aki botrány csinál, aki ordít, aki hangosan gyakorol, éneket tanít, és üvöltve énekelnek a növendékek, és kialakult egy kettős, a Máriás Jóska, Bőn bácsi és ő között, de akik aztán külön ölték egymást, és kapta egymás után a fejéhez a latin közmondásokat. Ez az íróasztal mellett született ötlet volt, vagy folyamatosan alakult felvételről felvételre? Ez az íróasztalnál így alakult, és fordítva alakult. Egyre kedvesebbé vált a figura, és a végén már nem ő volt az undok ember, hanem ő volt az egyik kedves lakó. Mert hogy nem tudott kibújni a bőréből. Nyilván. Mert ő egy kedves ember tudni. Szándékosan irányította így az evezőt, hogy a morcosból kedves legyen? Hát, drága Bőn bácsi, hát, szeretettel emlékezem vissza, és ezekkel a latin idézetekkel minden remek volt, és tényleg egy született idős, egy született öreg volt, bár egy idősek voltunk. És nagyon kényelmetlen volt nekem eleinte egy ilyen vékonyka kis emberkét legorombítani. A szívem fájt érte. Úgyhogy aztán később belejöttem, amikor próbálkoztam enyhíteni ezen a magatartásom, amikor Ádi kiszólt, hogy még korai, majd eljön ennek az ideje, mondtam, majd legyünk, lágyítunk. Úgyhogy ez a történetem bele, drága aranyos. A szerelem lovagjaként is feltűnt, itt vannak a bizonyítékok, a fotók, amikor Lillácskának enyhe kézcsók, a padon szerelmi vallomás. Igen. Ez a szerelem hogy szövődött, hogy született? Hát nem lehetett hagyni, hogy a Laci itten aglegény maradjon. Teljesen aglegény. És Lillácska egy butikba volt kiszolgálódő. De? Hogyan? Énekelni akartam tanulni. Énekelni akart tanulni igazániból. Ő meg németül akart tanulni. Igyesen egymásra találtak, mint alapjai. Teljesen egymásra találtak, és aztán részben a ház környékén, részben egy butikban, egy alkalommal Lillácska képzett lakásában is volt jelenet, és több közös ebéd az ő konyhájában. És ez egy ilyen liaison maradt, és Lillácska vigyázott a Zsümegi úrra, aki többször volt beteg, látogatta, ápolta, akkor lett ő jó ember tulajdonképp, a szerelem megváltó ereje. Szembe jött. Mennyire folytak össze a szereplők, mennyire találkoztak a többiekkel, az alapfigurákkal, Mágánehém családra gondolok, Lenke néniékre, ezek valódi találkozók is voltak? Volt is egy-két valódi találkozó, persze karácsony például, amikor az egész ház együtt ünnepelt. Különben is a darabnak kell mondanom, mert ez színe csak darabra gondolkodik. A darabnak a legnagyobb hozadéka az volt, hogy nagyon jó, egymással jól dolgozni tudó művészeket hozott össze az igazgató úr, vagy rendező úr, vagy hogy mondjam, vagy Ádám, szóval, igen. És ez az is példázza, hogy ma például, hogy most találkoztunk ennyi év után, olyan istenen elbeszélgettünk, hogy végre megint együtt voltunk, egy kicsit olyan érzésünk volt, mintha megint indulnánk a forgatásra. Úgyhogy ez nagyon jól esett, és annyira megszerettük egymást, és tényleg minden évben volt egy ilyen karácsonyi buli, amikor nagyon jól éreztük magunkat, és az Ádámnak a szellemessége kitalálta azt, hogy kivágta a bakikat,
és akkor a bakikat összegezve megkaptuk karácsonykor a fejünkhöz, hát ez halálosan jó mulatság volt. Ki nagy bakis? Ki volt legendás bakis a csapatban? A Gyuri. Én. Oh! A Gyuri. Mert? A Gyuri nekiindult egy mondatnak, azzal a biztos tudattal látszott róla, hogy ezt a szöveget tökéletes el fogja mondani, és minden átmenet nélkül ment át időnként a legocénabb káromkodásba. És milyen dühös volt? Hát én mindig magamra. Olyan dühös volt? És azokból csodák jöttek el aztán a bakitekezbe. Egyébként az ő figuráját egy Pólya nevű egykori sebész professzorról találtam ki, és bele is írtam, aki egyszer ment be a klinikájára, nagyon szórakozott volt. És egy újság volt a portás előtt, és felkapta, és végigolvasta, és mikor letette a karárét, hogy most jövök, vagy megyek? Ez volt az első, ez volt az első szerep, és ez akkor nagyon bejött. Manduláját kellett operálni, és a etus beszökött orvosnak mondta magát, és bennült az ágy mellett, mikor nyílt az ajtó, és bejött a főorvos teljes asszisztenciájával, és kérdezte, hogy mit keres ez itt, és mondták, hogy a doktornő jött. Mióta vagy te doktornő? Ez volt az első mondat, amit kimondott a darabba. Mióta vagy te doktornő, Szikszai Etus? És aztán ebből elindult egy ilyen nagy plátói, vagy nem plátói, én nem tudom megmondani. Mi ez koncepció volt, hogy ez a szerelem sosem teljesedik be, vagy mégis, és nem lehet? Nem, hát ez biztos koncepció volt, de hát ezt a főnök tudja megmondani. Nem szóltak bele, hogy legyünk már együtt, ilyen, vagy nem? Nem, ebben nem lehet beleszólni. Ez nem, ez így volt abszolút. Jó. Hát érti, hogy szeretik a ködösítést különben is, nem? Egyébként az volt az érdekes, hogy a közönség, már ami a Laci hát az én kapcsolatomat illeti, állandóan az utcán megszólítottak, hogy mikor házasodnak már össze. Szóval ez nagyon izgatta a fantáziájukat, azért volt jó ezt így fennhagyni, lebegtetni, mert egy állandó feszültséget, egy olyan kellemes feszültséget okozott a mi kapcsolatunkban is. De ők mentek koncertre az Etussal, meg látogatóban volt folyton a kerámikus lakásban, sőt, az ő hát lakásában. És a beteg, amikor beteg volt, ugye akkor mindig én voltam az a... Ugyan ott volt a vő, ugye, de azért... Az nem ott lakott az a kerámikus lakásban. Én nekem kellett menni meg, hogy mégis mi és van. És aztán kitaláltam a Sinkó Lacit, hogy legyen neki oka a féltékenységre, és viszont... Na és ez mennyire passzol, mert eddig arról is szó volt, hogy ki mennyire azonos személy szerint a figurájával. Készítő, féltékeny természet? Én nem. Nem? Nem, nem. De itt nem a féltékenység volt, azt hiszem, a lényeges, hanem a karakternek a... Hanem a karakter, igen, hogy hogyan viszonyul a... Ez mindig egy évődő. És elég szarkasztikusra volt ez... Azt hiszem alakult. Szóval ő kitalálta ezt a figurát, és akkor valamit én is beletettem, és akkor az én feledékenységemet beleraktam, meg a lobbanékonyságomat beleraktam. Szóval úgyhogy ez úgy szépen úgy alakultak ezek a dolgok. Olyanná, amilyen tulajdonképpen én vagyok. A fordulatok, az események hogyan születtek? Egy-egy hirtelen jött gondolat, és aztán papírra került, vagy pedig előre kidolgozott koncepció mentén haladtak? Én minden két hétben le kellett üljek a köztes időben az állítógéphez, és elkezdtem törni a fejemet, hogy kivel induljon ez az epizód. Ez egy dramaturgiai szabály volt, hogy legfeljebb 24 órától lett fel eseményekbe. De hogy az éppen a Lacival induljon, aki a Évával találkozik, vagy éppen az utcán egyszerre érnek a kapuba a Gyuri és a Karola, azt akkor az, hogy mi aktualitás volt, azt tudtam. De azt például még nem, hogy kint keresztül mutatom meg, ki fogja kimondani. Az ott abban megtörtént, hogy két napig írtam egyet, az 42 oldal. És hát az meg a hossza az biztos volt, tehát az mindig 30 percre volt írva. De hogy mivel kezdek, mivel fejezem be, ki hogy kerül bele, azt vezettem mellett egy listát, hogy ki szerepelt már, ki nem, kinek kéne bejönni, kinek nem. És akkor ott úgy megírtam. Pontos szerkesztés, és megtanulni mennyi idő volt? Nekem semmi, az kivésznek az nem probléma. Hanem azt hangsúlyoznom kell, hogy az Ádám fantasztikusan figyelmes és gyöngéd volt, ezt most köszönöm szépen, mert volt olyan fél év, amikor én kimentem Németországba játszani, és utána 4 éven keresztül minden évben 1-2 hónapra, és én bejelentettem, és gondoltam, akkor biztos ki fog írni a darabot, és nem. És megoldotta, és akkor visszajöttem, újra hívott, szóval én nem tudok elég hálás lenni. Hát mikor a közönség megszeret egy művészt,
Akkor az, hogy ő neki adódik egy lehetőség, az nem akar, hogy elváljuk tőle. Sőt, be is írta, hogy én kimentem tanítani kultúrmunkára, igen. És mondom, hogy ez egy olyan jó közösség volt, szóval nem azért, mert most itt vagyunk együtt, de ezt mindenhol elmondjuk, azt hiszem mindannyian. Ez azt hiszem érződött. Annyira jóban volt az egész társaság. De hát olyan is volt, hogy bementünk kórházból, aki ez a beteg. És ha már a betegségek szóba jöttek, Ádám a minden számok tudója, hányan mentek el? Már hogy nem... Tizenvalahányan. Tizenvalahányan haltak meg a 13 év alatt? Igen. Tényleg? Hogy? Akkor hát nem... a Szatmári Pista, a Máriás Jóska, Bánki Zsuzsi. Bánki Zsuzsi, a Timár Béluska, aki benne volt három epizódban, és megkatívat, igen, itt a Péter, a maszkmester. Igen. Meghalt, a Bilicsi Marika meghalt. Őrület, tényleg. Nagyon sok. Nem akarok végigmenni a nézsorom. Ilyenkor gondolom duplán nehéz volt megírni, beleírni az eseményt, hiszen, vagy kiírni az illetőt, ez egy dupla teher hát volt. Hát nem írtunk ki senkit, nem hanem senki, aki meghalt, hogy egy gyönyörűen volt ez mindig. Mindenkitől úgy lett el. Mindenkit elsivattunk. Egy egész adás szólt a Máriás Jóskáról. Szatmári Pista. Szatmári Pistáról, mikor indultunk, tudtam, hogy beteg, és azért is nagyon akartam, hogy játszom, mert szüksége volt rá lelkileg. És aztán nagyon meggyászoltuk ott a karkaséti temetőbe. Mindenki. Márki Zsuzsa is emlékszem. A Bilicsi Marika azon képen kint volt, a Szatyi képen mindig volt, a Képesi Jóska is benne volt. Sokan mentek el, és mindenkit megsirattunk, aki belül is megsirattuk, meg az adásba is sor került rá. És hogyha valaki régi szereplő beteg lett közben és meggyógyult, mint a most nemrég állunk Zentai Feri, akkor visszahívtam agyvérzés után is mentőfőorvosnak. Egy alkalomra egyszerűbb szöveggel, mert akkor már nem tudott volna bonyolultabbat megtanulni. De mindig olyan öröm volt, hogyha valaki újra jön, hogy az nagyon jó. És hát a Laci volt néhányszor beteg közben, akkor mentünk bizony utána. Nem engedte, tehát itt nem lehetett lógni betegség címen. Voltunk a Királyhágóban is, a Mexikói úton is. Igen. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Köszönjük. Tény, hogy együtt lehettünk.